minden játékosnak az a feladat, hogy minél több pontot szerezzen, és ezt úgy tudjuk elérni, hogy lapkákat fogunk majd a saját kis birtokunkra lehelyezni, ami ugye ez, és ehhez, hogy le tudjuk helyezni, minden egyes körben fogunk dobni a kockákkal. És a kockák kiadnak bizonyos értékeket, és miután dobtunk a kockával, akkor meg tudjuk állapítani, hogy milyen akciót hajtatunk végre. Már gyerekkoromban is nagyon szerettem társasjátékozni. Édesanyám, édesapámmal, mert a testvéremmel játszottam nagyon sokat. De aztán így, ahogy így növekedtem, így ez abba maradt, és nem jutottunk odáig, hogy játszunk. De így az érdeklődésem is teljesen megszűnt ebben az irányban. Viszont eljött ez az ezelőtti 4-5 év, és azt gondoltam, hogy jó lenne megint feleleveníteni. És elsősorban ez a gyermekemnek a megszületését követő pár év, amikor már ő is nagyobb lett, és igényeltük esetleg azt, hogy játszunk együtt. És ezért sokszor előfordult, hogy böngésztem az internetet, most neki milyen társasjátékot érdemes esetleg vásárolni. Nagyon sok fórum már kialakult erre, akkor észrevettem, hogy rengeteg ugyanúgy társasjátékkal foglalkozó klub, egyesület már akkor is létezett, ezelőtt 4-5 éve. És sikerült odáig eljutnunk, hogy az egyik kedves ismerősömmel úgy döntöttünk, hogy megszervezünk egy ilyen programot, gyakorlatilag egy időpontban, hogy összejövünk páran és játszunk egyet. Ez itt volt a Magház épületében. 2021-ben, amikor a Covid ütötte fel a fejét, és ilyen vicces ez így belegondolni, hogy akkor akartunk közösséget építeni, amikor legnagyobb bezárás került napirendre, de sikerült elindítanunk egy ilyen magot, először ilyen 4-5-6 főből álló csoportot, és ez volt 2021-ben. És ezután, ezt követően sikerült addig eljussunk, hogy már egy 10-15 emberrel összejöttünk havonta egyszer játszani, és ezután már afele kezdtem gondolkodni, hogy akkor lehet, hogy ebből lehetne egy egyesületet is csinálni. Így született meg az ötlet, és 2 éve, már 2,5 éve alakultunk meg, mint egyesület. Most idén márciusban volt 2 éve. Még csak havonta egyszer találkozunk, és általában szombatonként a Tornai Martinek házban, vagy már sikerült odáig eljutnunk, hogy a Tornai Kulturális Központ biztosít nekünk egy termet itt fönt a Lovarda épületében, és ott egy 15-20 fő teljes mértékben elfér. Havonta egy találkozón kívül pedig részt veszünk különböző városi rendezvényeken. Ott érvényesül szerintem igazából az egyesületnek a lényege. Ugyanis ott kiülünk játékokkal, és bárki odajöhet, és bárkit meg tudunk ismertetni játékokkal. És számunkra ez is lenne a cél. Mivel az egyesület célja, elsősorban a célja, hogy a társasjátékokat és a társasjátékozást népszerűsítsük. És ezáltal egy kicsi életet vinni a mai fiatalok életében, mert ugye nagyon sokszor hallani azt, hogy a fiatalok csak számítógépeznek, mobiltelefonoznak, és ez talán egy kicsit interaktívabb program lehetne számunkra is. Az életkort nem tartom jó ötletnek korlátozni, viszont valamilyen szinten szükséges, mert egy kor előtt azért szükséges esetleg a szülőnek a jelenléte a gyermeknél. Nem feltétlenül fogad el
tőlünk olyan javaslatokat a játékban, vagy bármit, amit esetleg még otthon a családban, igen. Mi személy szerint a társasjátékos alkalmakkor nem korlátozzuk a gyermekek, vagy hát az életkort. Pontosan ezért, mert úgy vagyunk vele, hogy, sőt ez is a tapasztalat, hogy akik jönnek kisgyerekkel, jön az anyuka, apuka is. Összességében a társasjátékokat három nagy csoportra oszthatjuk, hogyha arról a társasjátékozásról beszélünk, amikor leülünk az asztalhoz és előveszünk egy táblát, és játszunk. Most egy táblát, nem biztos, hogy táblát, de valamit magunk előtt egy dobozból és játszunk. Vannak kooperatív társasjátékok, ez azt jelenti, hogy együttműködésen alapulnak. Az egész asztalnál ülő társaság vagy nyer, vagy veszít. És mindenki ugyanazért a célért dolgozik. Ez az első. A második csoport az a kompetitív társasjáték, amikor pont gyűjtögetés zajlik. Minden egyes asztalnál lévő játékos a saját pontjait gyűjtögeti, és a végén a legtöbb ponttal rendelkező játékos lesz a győztes. És van a harmadik csoport, az a konfrontatív, ugye benne van a nevében is, hogy erősen konfrontálódnak a játékosok egymással. Itt már azért olyan játékosok játsszák ezt, akik már nem először játszanak, és van benne tapasztalatuk abban, hogy mit jelent az, hogy konfrontálódok a másikkal. Ugye nem mindenki viseli el a vereséget, nem mindenki tudja ezt megfelelően kezelni. Ez a három csoport van, és ezen kívül vannak olyan társasjátékok, amik nagyobb volumenűek, vagy regény alapúak, ugye ezek a képregényen alapuló RPG játékok, úgynevezett RPG játékok. Talán régen volt ez a Kalandor. Van egy mesélő, és akkor a mesélő egy, vagy saját maga generál egy történetet, mert annyira magabiztosan már érti ezeknek a társadalmi lényegét, és kitalál különböző szerepeket, vagy egy meghatározott, akár könyv, akár bármilyen vezérfonal alapján ő elmesél egy történetet, és ebbe a társasjátékos résztvevők pedig kapcsolódnak, valaki egy varázslóként, valaki a rossz gonoszként, és gyakorlatilag így a történetmesélő végigvezeti őket egy történeten, mint hogyha egy film lenne. Minden korosztálynak így nagyjából itt megtalálhatók társasjátékok, mind abból a három kategóriából is, amit említettem, tehát kooperatív, kompetitív és konfrontatív. Különösen bonyolult társasjátékoknak az a feltétele, hogy az ember már játszott hasonlóval. Ugye nagyon fontos a társasjátékozásban, és azért is fontosak ezek a közösségi alkalmak, amikor játszunk a városi rendezvényeken, hogy belépő szintű társasjátékokat javaslunk. Azokkal pár szabály, nagyon könnyű elmagyarázni, és utána már azonnal lehet játszani. És a játékos azzal találkozik szembe, hogy jól érzi magát, és nem azzal, hogy fél óráig keresztül ül az asztalnál és hallgatja a játékszabályt. Valaki képes rá, nyilván, meg aki már úgymond felnőttebb, de egy gyermeknek mindenképpen fel kell építeni ezt a rendszer gyakorlatilag. És igen, tehát ezeknél a nagy volumenű játékoknál fontos az, hogy valaki már játszott hasonlóval, és ezek után képes befogadni annak a szabályát. De tehát hallani olyas valakiket is, így a környezetünkben, akik egy bizonyos játékkal játszanak hónapokon keresztül. De tehát nyilván ezek a mesélős játékok elsősorban, viszont van olyan társasjáték, amivel mondjuk 3-4-5 órát játszanak, és akkor lesz vége, de valaki ezzel játszik, akár tényleg hónapon keresztül, mindig ugyanazzal. Változatosak ezek a társasjátékok, mert mindig más a kimenetele, mindig lehet benne újat találni, és ezért is jók ezek. Ezen a sávon látható az, hogy milyen magasan van a repülő, ezen pedig az, hogy maga a kifutópálya, ugye ez szimbolizálja a kifutópályát, az milyen közel van. Népszerű játék manapság a légitársaság, amiben két személy játszik egy közös cél elérésének érdekében, ugyanis együtt kell landolni gépükkel.
És ezeket a kockákkal mindenki titokban, azért is van itt az a kis paraván, titokban dob a kockákkal, és miután a kockadobás megtörtént, már nem kommunikálhatnak a játékosok, és a megfelelő helyre le kell pakolgatni a kockákat, tehát például ki kell nyitni a fékszárnyat, növelni kell a hajtóerőt. Az Egyesület idén-nyáron megtartja a második Dél-Dunántúli Társasjáték Klub találkozót, ahol kapcsolatot építhetnek hasonló egyesületekkel, klubokkal. Bemutathatják egymásnak az újdonságokat, tapasztalatot cserélhetnek és kikapcsolódhatnak a táblás játékok által. Szeretnének ebből egy hagyományt kialakítani. Nagyon sokszor gondolkodtunk arra, hogy hogy lehetne a környéken népszerűsíteni ezt a műfajt. És arra jutottam, így kutakodtam az internet segítségével, ismerősök által, hogy a térképet, ha Magyarország térképet elképzeljük, akkor a dél-dunántúli régió, az a Pécs, talán Pécs kivételével elveszik a társasjátékos mezőnyben, úgymond. Inkább a budapesti, Tiszán, Duna-Tisza köze, ami így nagyon társasjátékos, társasjátékokkal foglalkozik, ott sűrűn előfordulnak azért egyesületek és klubok is, de ez a régió itt a környékünkön nem. És ezért is gondoltunk egy nagyot, és tavaly évben megrendeztük az első dél-dunántúli társasjátékos klub találkozót. Ez annyit akar, hogy meghívtunk klubokat, egyesületeket, feltörekvő szervezeteket. Összesen 6-7 szervezet jött el, és körülbelül 60-65-en voltunk. Ezt elég nagy eredménynek tudhatjuk be, legalábbis mi annak gondoltuk, mert a visszajelzések is nagyon jók voltak, megpróbáltuk színvonalasan megszervezni, és úgy gondolom, hogy sikerült is. Havonta egy találkozón kívül pedig részt veszünk különböző városi rendezvényeken. Ott érvényesül szerintem igazából az egyesületnek a lényege. Ugyanis ott kiülünk játékokkal, és bárki oda jöhet. És bárkit meg tudunk ismertetni játékokkal. És számunkra ez is lenne a cél. Mivel az egyesület célja, elsősorban a célja, hogy a társasjátékokat és a társasjátékozást népszerűsítsük.